te lehet, hogy ilyen interjú helyzetbe kerülhetsz bármelyik pillanatban. Állok elébe! Állok elébe! Lehet, hogy fölhívnak a klubrádiótól, és egyből interjút kell adnod, vagy behívnak a tévébe, vagy kéne néznünk ilyen tévé műsorokat, hogy tudnál olyat mondani, amit szoktál nézni, és ami ugye a példaképed, vagy valami, ami tetszik neked, ahogy nyilatkozik a tévéből? Hát ez a Falusi Ferenc, ez egy komoly, komoly ember. Ez a tökéletesen fölépített film. Ez az nagyon, szerintem direkt csinálta a nyelvbotlást. Látod, milyen őszinte ember? Tehát őszinte testtartásban, nyitott tenyerekkel előre. Igaza van, olyan dologról beszél, amiben igaza van. Bevállalja. Most jön csak egyértelmű instrukcióra, és a nő leönti vízzel. Egy jó nagy nevet, és a ló megijedt egy kicsit a háttérben, és amikor a lényeget elmondja, üvölt a gyerek. Ez dramaturgia, nagyon jól meg van csinálva. Egy majdnem pont ugyanilyen videót szeretnék, hogy ezt is csináljuk. Hozzáillik, de olyat kéne, ami hozzáillik a te személyiségedhez. Igen. Na, azt kéne, hogy a ló helyett legyen mondjuk kutya. Hát a ló helyett is kutya, mert nincsen lovam. Kutyát könnyebb szerezni. Számoltam, volt két kutya. Gyerek az kéne bele. Egy ló, egy gyerek, meg egy nő. A gyerek az nem kell. De gyereket nem akarok egyáltalán oda. Kampányvideó vagy gyereket. Minek gyerek oda? Hát lenne egy ilyen gyerek, nem kocsi. De nem akarok gyereket, értsd már meg. Gyerek, ne, jó? Nem kell, hogy ezt engedjük nem már kell, el a gyerek témát. Nem kell, hogy a te gyereked legyen. Nem akarok oda semmit. Jó, de akkor a hideg víz az kell, azt szerintem kell hozzá amúgy. Hideg víz, az legyen meleg, úgyse látszik a képernyőn keresztül. De hogy ilyen tűzforró, hogy leforráznád magad, na az jó. Nem forró, nem, hanem pont kellemes, egy kellemes hőmérsékletű vízzel, nyakon öntenének. Ezt nem érted, hogy ennek ez és mondjuk lehetne valami szexi csaj. Aki... Na látod, erről a fickóról beszéltem, a Bukásból ez a fickó. Ő játszott a Bukásban, nagyon jó színész. Komolyan mondom, olyan határozott, az akaratát véghez vívő, ember, tele gyönyörű gesztusokkal. Nézd, olyan, mintha táncolna. Ez egy kortárs tánc előadás. Csörög a telefon, ez hívnak. Ja, ez a klubrádiós csávó lesz. Várja. Kapcsoljuk bele. Ne legyen a háttérben? Ne. Hírek? Minek? Indítják el a kerületben, pedig nem más, mint Horváth András. Olvasom a 24.hu-n. Üdvözlöm, itt van a vonalban Horváth András. Jó estét kívánok! Kutya párt legrosszabb politikusa. Árulja el nekem őszintén, önök az Orbán terv végrehajtásán dolgoznak, amikor indulnak ebben a kerületben? Jó napot kívánok! Nem ismerem az Orbán tervet, úgyhogy erre most így nem tudok hirtelen válaszolni. Vannak elképzeléseink, lehet, hogy néhány pontban hasonlítanak az Orbán tervhez, de szerintem csak nem sikerült véletlenül pont ugyanazt kiötlenünk, mint neki.